Felújítások, menzareform és vízdíj. Többek között ezekkel a témákkal is foglalkozunk eheti összeállításunkban. Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Telefonszámunk továbbra is változatlan, a 462-204-es telefonszámon hívhatnak minket, de írhatnak is nekünk az akvaradio@tonline.hu címre, de megtekinthetnek minket a Facebookon is. Lássuk, hogy mit kínálunk ezen a héten. Barcsi csoportok ünnepeltek, átadták a felújított nagy termet a művelődési központban. Korábban elkészülhet a házi orvosi rendelők felújítása, a kivitelező ebben a hónapban átadná a kulcsot. Megint vita a víz körül, a szolgáltató feljelentése után azonnal magyarázatot kért a képviselőtestület. Barcsi siker a Ropoly-pusztai versenyen, ezüst, arany és bronzérem is jutott a tűzoltóknak a favágó versenyen. Egészségesebb, de sokszor furcsa az étel a menzán. A konyhák igyekeznek becsempészni a sztár ételeket is. Füzet és tanszerosztás a roma közösségi háznál, mindenkinek el kellett valamiből kezdeni az iskolát. A barcsi csoportoknak és a közönségnek újítottuk fel a nagytermet, így az ő gálájukkal is nyitjuk meg azt, mondta Karvalics Ottó polgármester a pénteki átadón. A városvezető továbbá azt is itt jelentette be, hogy újabb 67 millió forintot sikerült nyerni a kulturális központ korszerűsítésére, így a munka továbbra sem áll meg. Jó újra itt lenni. Ha nincs ennyi kulturális csoport, akkor nem is lett volna érdemes felújítani a nagy termet, ezt mondta beszédében Barcs polgármestere a nagy termet avató gála műsoron. Sajnos próbáltunk pályázni sokáig, ez nem sikerült, de hát a kényszer az nagy úr, és kénytelenek voltunk saját forrásból felújítani több mint 20 millió forintból. 30 ember kapott itt folyamatosan munkát a barcsi vállalkozóktól, kicserélték a nyilászárókat, kényelmesebbek lettek a székek is. A nagy terem főbejárata is megújult az épületen kívül és belül egyaránt. Karvalics Ottó a barcsi emberek erejét is megköszönte és bejelentette, a 20 milliós saját erős beruházás után végre sikerült újabb pénzt hozni a barcsi kultúrának. Én is csak tegnap este fél kilenckor kaptam meg, hogy az a pályázat, amit beadtunk a Keopos forrásra, 67 millió 400 ezer forintnyi összeg, azt még ráfordítjuk a művelődési házra, és akkor úgy gondolom, hogy nagyjából teljesen rendben lesz az épület, amelyik olcsóban üzemeltethető, jobban megfelel a csoportoknak és az embereknek. A pályázatnál szempont volt az is, hogy hányan veszik igénybe az adott létesítményt. Barcson rengeteg kulturális csoport és egyesület működik több területen is, csak a gálán 11 csoport mutatkozott be a színpadon, pedig a nyári szünet után nem fért be mindenki a repertoárba. Én úgy gondolom, hogy nem sok olyan település és művelődési központ van a megyébe, vagy akár itt a déli határszéren lévő három megyébe, aki ennyi csoportot, ennyi fajta műfajt tud magáénak. A gálát a Boróka szenior táncosai nyitották, ők néhány éve döntöttek úgy, hogy érdemes családos emberként, nem fiatal fejjel is folytatni a barcsi néptáncot. Széphalmi Zoltán bagi táncok koreográfiájával nyitották meg a műsort. A táncosokat a zenészek váltották eztán a színpad előtt, a könnyű zene és a komoly zene határán a századforduló dallamait idézi fel fellépésein immár 4 esztendeje az Orfeum társulat. Hát a 4 év alatt, amióta működünk, valóban a 70 fölött vagyunk a fellépésekkel, és magam csináltam közelmúltban statisztikát, és azon lepődtem meg, hogy ennek a döntő része ez Barcson zajlott, tehát olyan kb. 40 alkalommal, ez most hirtelen tohány százalék. Aztán a többi föllépés inkább a város környékre terjedt ki, és hát Somogy kis és nagyobb városaira. A szívedre a búvánat rászáll. Ez egy biztos, hogy mi, akik most ebben a 6-os formációban bent vagyunk, mi nagyon sokféle helyen már kipróbáltuk magunkat. Ugye a hölgyek mind a zeneiskola tanárai, tehát ők a klasszikus zene irányából érkeztek, de hát nem idegen tőlük a popzenében való közreműködés, vagy például Jancsi Erika
több mint 20 évig a Borokának a prímása volt, én magam is játszottam népzenét, meg egy csomó dolgot. Aztán 4 éve, volt egy olyan érdekes pillanat, hogy egyszer beszélgettünk, hogy hiányzik a csoportba való Guzsika, és akkor mit játszunk? Hát most nyilvánvaló, hogy a személy összetételből, meg a hangszerek jellegéből adódóan nem a heavy metal irányába fordultunk, és nem akartunk mondjuk a nagyon népszerű mulatos zene csapatai közébe állni. Így jött az 1920-as éveket idéző repertoár. A Bárdos Lajos vegyeskar is somogyi vonatkozásokkal töltötte meg a gálát. A Balatonról szóló kórusművekkel érkezett a komoly zene egyik legnagyobb számú csoportja, Veres Kimpf Mária vezényletével. A sorba a klasszikusok mellett a latin táncok is befértek, Barcsi ugyanis a hazai társasház ranglistán 11. helyen álló páros is. Most a partnerrel már 4. éve táncolunk együtt, ez idő alatt elég jól kiismertük egymást, mert szinte minden nap találkozunk edzés formájában. Azért ezeket a táncokat hoztuk, mert úgy gondoltunk, hogy nem szeretnénk azokat a hagyományos báltermi táncokat hozni, ami mindenki elaltat, hanem kicsit felpesdíteni a közönséget, de mégis elegánsnak maradni, mert ugye hát mégiscsak egy átadóról beszélünk, ami nagy esemény itt. Dávid azt mondja, sok tévhit él ma is az emberekben a társas tánccal kapcsolatban. Ez is egy sport, amire komolyan készülni kell. A partnert pedig nem az alapján választják, hogy ki az, akivel sok közös vonás lehet a hétköznapi életben. Ez ugyanis egy szakma, ami tánc ide vagy oda, csak részén szól az érzelmekről. Igazából most váltottunk nemrégen kategóriát, felkerültünk az úgymond legmagasabb kategóriába, most már a legjobbakkal versenyzünk együtt, és ennek az évnek egy nagy sikere volt, hogy sikerült bejutnunk a magyar ranglista 11. helyezéséig. Helyet kapott a fiatalok tánca is, így az ifjú mazsorettek is bemutatkoztak a gálán, csak úgy, mint a hagyományőrző kórus, Veres Kimpf Mária fiatal növendékei, vagy éppen a Barcsi fúvósok. Csak a nagy terem átadására 11 helyi csoport érkezett. A polgármester úgy fogalmazott, nem a sztároknak, hanem a helyi fellépőknek készült el ez a terem, éppen ezért nekik is adják át a munkák végeztével. A nyári kényszerpihenő után így ismét készül a beosztás és a próbatábla, hogy mindenkinek jusson majd hely Barcson. Barcson több beruházás is zajlott nyáron, ezek közül az egyik a háziorvosi rendelők felújítása, ami még jelenleg is tart. Ha az építési munkálatok továbbra is ilyen jó ütemben haladnak, akkor szeptember végére felújított háziorvosi rendelőkkel büszkélkedhet a város. Kameránkkal megnéztük, hogy milyen most belülről az épület. A lakosság és az orvosok részéről is voltak kifogások a régi házi orvosi rendelők állapotával kapcsolatban, így az épület felújítása és korszerűsítése már esedékes volt. A munkálatokat Barcsi beruházó végzi. Hát jelen pillanatban a felújítás az a befejező fázisában van, hát a teljes kivitelezés körülbelül 85%-ával a mai nappal úgy néz ki, hogy elvégzünk. Mi az, ami eddig készen van? Hát gyakorlatilag inkább úgy fogalmaznék, hogy ami még vissza van, a szerelvényezés, a festésnek a befejező része és a melegburkolatok. A június végén kezdődő építési munkálatok nagy része már elkészült. A maximálisan elnyerhető 60 milliós pályázati pénzből megvalósult többek között a nyílászárók cseréje, a vízvezeték és fűtésrendszer felújítása, a külső homlokzati festés, a burkolat, valamint a járólapok cseréje is. Kívülről a rendelőt hőszigetelték, a bejáratnál pedig mozgássérült bejárót is kialakítottak. Az a tervünk, hogy a hónap végére, tehát szeptember végére szeretnénk, hogyha az egész létesítmény kulcsrakész állapotban átadható lenne. Felújított rendelőt október végéig kell átadni, ehhez képest nagy valószínűséggel már ebben a hónapban elkészül. A házi és gyermekorvosok mellett a fogászati rendelés is az átalakított alsó szintre kerül. Ezen kívül terben van még egy összekötő út megépítése is, ami a járóbeteg ellátót és a házi orvosi rendelőt kötni össze, megkönnyítve ezzel a betegek közlekedését a két épület között.
Első, második és harmadik hely is jutott a bacsi tűzoltóknak a harmadik országos tűzoltófavágó versenyen. A Ropoly pusztán rendezett megmérettetésen 12 megyéből 19 csapat indult, s mutatta meg, hogy mit is tudnak a motorfűrészről és annak használatáról. A Vastag Roland, Werkman Norbert, Kálló Norbert és Horváth Imre összetételű bacsi csapat összetettben és kombinált versenyszámban is harmadik helyezést ért el, míg egyéniben Vastag Roland szerelésben első, fadöntésben második helyezést tudhat a magáénak, Kálló Norbert pedig harmadik helyezetként döntötte a fát. Elkészülni! Vigyázz! Nem csak a gyorsaság, hanem a pontosság és a csapatmunka is számított a favágó versenyen. A tűzoltóknak három versenyszámban kellett bizonyítaniuk. Gajazni, hasogatni és adott méretű korongokat kellett lefűrészelni ebben a feladatban. Az egyéni versenyszámban a gyorsaság és a precizitás számított. Ebben a feladatban egy motorfűrészt kellett időre szétszerelni és összerakni, ezzel is értékes pontokat lehetett szerezni. Összesen 19 csapat érkezett az országos versenyre Ropoly pusztára. Somogyot a siófoki és a barcsi tűzoltók képviselték. Hát a való életben azért egészen máshogy működik ez az egész. Nem gyorsaságra megyünk inkább, hanem biztonságra, meg hogy ne okozzunk még nagyobb kárt, ami van. A címvédők, a miskolci tűzoltók is versenybe szálltak. Most is erős csapattal érkeztek, mint mondják, a megfelelő erőnlét a siker kulcsa. Mindenképpen szükségeltetik a felkészülés, mind erőnlétileg, mind technikailag. Az erőnléttel azt hiszem, hogy nincs probléma, hiszen az napi szinten minden kollégának megvan. A technikai felkészülés pedig az adottságokhoz mérten, illetve az időhöz mérten ki mennyit tud felkészülni. Az országos tűzoltófavágó verseny feladatai nagyon hasonlítanak azokhoz a helyzetekhez, amelyekkel a tűzoltók nap mint nap találkoznak. Az elmúlt időszakban főként a klímaváltozás miatt egyre több hasonló éles helyzettel találkoznak a tűzoltóink, hiszen nagyon sok, például a viharok után olyan műszaki mentésekhez riasztják az egységeket, ahol útra dőlt fákat, épületeket károsító leszakadt faágak eltávolításához kell vonulniuk. A verseny célja is az, hogy éles helyzetekhez nagyon hasonló körülmények között mérjék össze tudásukat a tűzoltók. A csapatversenyt összesítésben a miskolciak nyerték, ezzel megvédték címüket. A somogyiak közül a legjobban a barcsiak teljesítettek. Egyéni feladatokban egy arany és egy ezüstérmet szereztek. Az energetikai hivatal azt mondja, nem csökkentheti a barcsi vízdíjat, arra csak a DRV jogosult. A szolgáltató feljelentése miatt a testület rendkívüli ülést tartott, amelyen a polgármester és a képviselők mellett az országgyűlési képviselő is felháborodásának adott hangot. Jegyzőkönyvet nem láttunk, de feljelentés már van, így összegezte a kialakult helyzetet Karvalicsot. Hiába próbáltuk feltölteni hatékonyan a hálózatot, megvettem erre a vízműtelepen is a feltöltenit, összeradagolás, a távolabbi település részekhez vezető, összekötő vezetékekre ideiglenes feltöltenítési pontok lettek kialakítva, amelyen keresztül hiporadagolás történt, folyamatosan öblítettük a hálózatot, sajnos ennek ellenére jobbak lettek az eredmények, hogy újra visszagombottak. Tehát egy ilyen hullámzó vízminőség jelent meg. A vízművet elhagyó víz teljesen kifogástalan. Az illegális rákötések miatti feljelentésről nem tudott sokat mondani a cég jelenlévő képviselője. Kalenics János annyit közölt, hogy 500 lakóingatlant ellenőriztek, és hogy a szolgáltató DRV csak az óráig ellenőrizhet. Több lakost is megkérdeztek, hogy van-e saját kútjuk, sokaknak a családi házas övezetben van ilyen. Ketten pedig azt is mondták, hogy tudomásuk szerint a házi vízmű össze is van kötve a hálózati rendszerrel. Vélhetően innen jött a feljelentés ötlete a DRV-től. Tény, jegyzőkönyv egyelőre nincs, és nem tudni, hogy a barcsi fertőzést mi is okozhatta. Feltételezések azonban vannak. Észleltük, és abban az állapotban, amikor töltődött a torony.
később, mert ott is hol jó volt az eredmény, hol nem volt jó, és visszaellenőriztük az időpontokat, tehát a mintavételi időpontokat, és mindig olyankor voltak rosszak az eredményeink, amikor töltési állapotban volt a torony. Karvalics Ottó polgármester több képviselővel együtt felháborodott azon, hogy feljelentés született, mégpedig ismeretlen tettes ellen. A dologról a képviselők a sajtóból értesültek hangzott el, hiszen sem a városvezetés, sem a hivatal, sem a képviselők semmiféle tájékoztatást nem kaptak a cégtől. Nagy megdöbbenésemre jött egy feljelentés, amelyiket nem értettem, mert ugye velünk egyeztetésen nem volt semmi tájékoztatás, csak azt hallottuk a sajtóból, hogy csak feljelentettével ismeretlen tettes, amelyik ugye, hogy mondjam, olyan dolgot csinált, amit nem kellett volna. Alig volt olyan képviselő, aki ne emelte volna fel a szavát a szolgáltató eljárása ellen. Ugyanezért kért szót a rendkívüli ülésen megjelent országgyűlési képviselő is, aki szerint ritka ugyan, de a mostani felháborodásban mindenki egyetért. A honatya úgy fogalmazott, történelmi a pillanat, hogy mindenki egyetért és egy célért is küzd. Tényleg 100%-osan egyet tudok érteni. Polgármester úr is, doktor úr is itt említett, hogy ez a feljelentés, ami kvázi mint egy kollektív bűnösségnek a vágyát terjeszti ki az itt élő 12 ezer ember fölé, elfogadhatatlan. Tehát amíg a DRV is sötétben tapogatózik, és egyébként én nem akarok prejudikálni, én nem mondom azt, hogy az önök készülékében, vagy az önök területén van a hiba, de ezzel a feljelentéssel tulajdonképpen önök a balcsi emberek nyakába terhelték ezt a problémát, vagy ezt a bűnelkövetést, hogyha így tetszik. A képviselő megjegyezte azt is, Barcs megérdemelte volna, hogy egy vezérigazgató vagy vezető jelenjen meg a cégtől, és választ is adjon az ülésen a kérdésekre. Az országgyűlési képviselő egyetértése ellenére a Jobbik tartózkodott a határozati javaslat megszavazásától. Ebben egyébként az állt, hogy a képviselők a jegyzőkönyvek beérkezése után ismét tárgyalják végig a kialakult helyzetet és az okokat. Hát úgy gondolom, egy városvezetője ilyenkor nem lehet elégedetlen, és nem láttam a jegyzőkönyveket. Nem tudjuk pontosan, hogy miből volt a fertőzés, hol volt, hogy történt. Ez lesz majd a második lépcsőbe. De muszáj volt megejteni, mert lezártuk azt a 17 napos tortúrát, amit a városnak végig kellett csinálni, és természetesen várjuk azt, hogy ezért a lakosságot valahol valakik kompenzálják. A polgármester az ülésen úgy fogalmazott, nem érdekli, hogy ezt a díjat kiengedi el, de tegyék meg. A DRV tájékoztatója szerint e hónap közepéig hetente háromszor vesznek még vízmintát a Barcsi vízből, mert a fokozott ellenőrzés jelenleg is tart. Jegyzőkönyveket néhány héten belül ígért az üzemeltető képviselője, így vélhetően addigra meglehetnek az okok is, hogy mi is vezetett a helyzet kialakulásához. A szeptembertől életbe lépő közétkeztetési rendelet értelmében a Széchenyi Ferenc Gimnázium konyhája színesebb és változatosabb ételeket igyekszik előállítani, betartva mindezzel a rendeletben előírtakat. A barnarist már korábban is bevezették, de a hajdinával eddig még nem kísérleteztek. Az élelmezés vezető elmondta, igyekeznek a mindenki által kedvelt hotdogot és a giroszt is becsempészni majd a fogások közé. Paradicsomlevesre, krumpira és fasírozottra vártak a diákok a menzán, ami ugyan nem számít reformételnek, azonban ezek az ételek már január óta kevesebb só és cukor hozzáadásával készülnek, a fasírozott például zöldséget, kukoricát és cukorborsót is tartalmazott. A változás az étkezők között vegyes reakciót váltott ki, mivel eddig nem szerepelt az étkezéseinkben például a barnarizs, most már adtunk, hát kevesebb sikerrel, de ennek ellenére majd próbálkozunk a közeljövőben a köles és a hajdina bevezetésével is. Az étlapon ezen kívül többféle zöldséges, húsos ragus étel is szerepel, illetve párolt zöldséget, valamint gyümölcsöt is minél többször szeretne kínálatára tűzni a konyha. Kis étkeztetéskor pedig a rozsos és magvas péksüteményeket részesítik előnyben. Az előírt napi 3 deciliter vagy ennek megfelelő tejtermékből származó kálcium mennyiség betartása viszont problémát okoz, hiszen a gyerekek teát szívesebben innának. A bölcsöde részére 2,8-as tejet használunk, illetve a bőzsírban sülteket tilos felhasználni. 10 órai képpen pedig minden nap gyümölcsöt kapnak a bölcsödéskorú gyerekeink, és főleg a rakott ételekhez és a főzelékfélékhez szoktatjuk a bölcsödés gyerekeket.
Az egészséges ételek megvalósításához néhány új konyhatechnológiai megoldás alkalmazása is szükséges a naponta 1050 főt kiszolgáló konyhának. Vannak olyan konyhatechnológiai dolgok, hogy folyékony ráma profit margarin, az a neve, egy ilyen spré-szerű változata, ebben készítjük a párolt zöldségeket. Ez növényi, és nem esik össze a hús, tehát megmarad az állagában, zamatában ízletes marad, és ugyanakkor a fejadagban tudjuk kiadni, mint amilyen nyersanyag formájában. Árak tekintetében történt némi változás, ugyanakkor ez már időszerű volt, hiszen több mint 5 éve nem volt nyersanyag norma rendezés. Ez év április 1-től lett 10%-os nyersanyag norma rendezés. Ez segíti a munkánkat abban, hogy több párolt zöldséget és gyümölcsöt tudjuk biztosítani a gyermekeknek, a diákoknak. A konyha célja az egészséges és ízletes táplálkozás megvalósítása, a reform ételek mellett azonban nem elhanyagolható a gyerekek ízlése sem. Az esti étkeztetések során, mikor kevesebb gyermekre főznek, alkalmanként a konyha dolgozói becsempésznek az ételek közé pizzát, giroszt és hotdogot is. Szeptember 1-én megkezdődött az új tanév. Ennek apropóján a Barcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Városi Önkormányzattal közösen füzetcsomaggal támogatta az iskolába készülőket. Iskoláskorú fiatalokkal és szüleikkel volt tele a roma közösségi ház és annak előtere, hiszen több száz füzetcsomagot osztottak szét a rászoruló családok között. A most első osztályba lépő kicsikre is gondoltak a képviselők, hiszen ők a füzetek mellett a tanévkezdéshez elengedhetetlen korongot, pálcikát és mérőszalagot is kaptak. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat, illetve az önkormányzattal közösen ugye szerettünk volna segíteni itt az iskola kezdéshez a rászoruló családoknak. Ennek keretén belül ugye 201 diák kap füzetcsomagot az általános iskolások. Zöme általános iskolás, középiskolába sajnos nem tudtuk megoldani, de az általános iskolásoknak mind. Mit tartalmaznak ezek a csomagok? Füzeteket elsősorban, mellette van rajzlap, írólap, toll, ceruza. Sok család számára komoly terhet jelent az iskolakezdés, főleg ahol több gyermek kezdi meg a tanévet, ezért is számított nagy segítségnek a kis füzetcsomag. Mekkora segítség ez a tanévkezdésben? Nagy segítség, főleg amikor nincs az embernek pénze. Hány gyerkőc kezdi meg az iskolát most? Nálam 4. Az egyik, a kisebbik lány. Óvodás. És egy gyerekem van különben. Hosszú évek bevett gyakorlatáról van szó, hiszen nem először támogatják ilyen módon a rászoruló roma családokat. Igazából ez a mai nap, ez immárom hagyománnyá vál, és szeretném is, hogyha továbbra hagyomány lenne, hogy az iskoláskorú gyerekeket ezzel a úgymond csekély, de mégis nagyon fontos füzetcsomaggal, hogy ezzel is megkönnyíthessük az elindulásokat, és hála Istennek úgymond most már ünnepélyes keretek között is meg tudtuk ezt valósítani. Meglehetősen aktív közösségről van szó, hiszen a nehézségek ellenére is próbálják színesebbé tenni a mindennapokat. Legutóbb egész napos roma nappal készültek a szervezők, ahol egy új Barcsi zenekar is bemutatkozott. Krónikánk végén lássuk még egyszer legfontosabb témáinkat képekben. Barcsi csoportok ünnepeltek, átadták a felújított nagy termet a művelődési központban. Korábban elkészülhet a házi orvosi rendelők felújítása, a kivitelező ebben a hónapban átadná a kulcsot. Megint vita a víz körül, a szolgáltató feljelentése után azonnal magyarázatot kért a képviselőtestület. Barcsi siker a ropolypusztai versenyen. Ezüst, arany és bronzérem is jutott a tűzoltóknak a favágó versenyen. Egészségesebb, de sokszor furcsa az étel a menzán. A konyhák igyekeznek becsempészni a sztár ételeket is. Füzet és tanszerosztás a roma közösségi háznál. Mindenkinek el kellett valamiből kezdeni az iskolát. Ötleteiket, javaslataikat továbbra is várjuk, szerkesszük együtt Barcs krónikáját. Hívjanak minket a 462-204-es telefonszámon, vagy írjanak nekünk az akvaradio@tonline.hu címre.
Egy hét múlva ismét friss krónikával várom önöket, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok!